A Takács Péter úti óvodában épp a disznótoros hagyományokat dolgozták föl különböző projektek formájában az óvodások. Az évkezdésről Posztósné Kovács Éva tagintézmény vezetővel beszélgettünk. Készültek a januári nyitásra. Az óvoda teljes épülete átesett a fertőtlenítésen. A Dajka nénik az összes játékot átfertőtlenítették. Készültünk is erre az alkalomra, a nyitás alkalmára. Az óvoda teljes épülete átesett a fertőtlenítésen. Előzőleg már a Dajka nénik az összes játékot átfertőtlenítették. Tehát a gyermekeket egy teljesen tiszta, lefertőtlenített környezetben vártuk. Amikor előtte január 4-e, nagy örömmel láttuk, hogy szinte minden kisgyermekünk feljött az óvodába. Ez nagy boldogsággal töltötte bennünket, hiszen otthon voltak családban, kicsit tartottunk tőle, hogy nehezebben jönnek be az óvodába. Itt voltak, és nagyon nagy örömmel jönnek azóta is, és a gyermekeink, hál' Istennek, egészségesek, nincsen még közöttük fertőzött beteg. Január a disznótorok ideje, így ez az első kéthetes projekt is. Ennek keretében újévi malacot gyurmáztak, megismerkedtek film segítségével a disznótorral, és a cselekvéseket is e köré csoportosították. Ahogy január 4-én bejöttek a gyermekeink, akkor már az újévi kismalacsal kezdtünk foglalkozni, és a kéthetes projektünk ott csúcsosodik ki, amikor is a családokban is, amit láthattak is a gyerekeink, disznótor van. A mi óvodai csoportunkban is ez a kéthetes program a disznótorral foglalkozik, megmintázzák a gyermekek a disznókat, akkort készítenek nekik, megismerik a disznók életét a háztartásban, a ház körül élő állatok életét, a haszonállatokat, és akkor nyilván az a fajta élmény, amit egy disznótor ad a családoknak, az itt is megjelenik, nem abban a formában természetesen, mint otthon, de mivel sok kisgyermeknek erre nincs lehetősége, hogy otthon megtapasztalja, ezért úgy oldottuk meg, hogy videófelvételt néztünk velük, ami a korosztálynak megfelelő volt, illetve a tevékenységekbe beépítettük azokat a cselekvéseket, amit a gyerekek esetleg láttak, és most megtapasztalhatják, vagy nem is láttak, most találkoznak vele először. A nagy rendezvényüket, a Farsangot szülők nélkül tartják, így is az élmény nagyon sokat jelent a gyermekek fejlődésében. Az óvodánkban minden rendezvényt megtartunk. Kicsit másképp, mint szoktuk, de megtartunk minden rendezvényt, hiszen az élmény az nagyon sokat jelent a gyermekek fejlődésében. Legközelebbi alkalmunk igen a Farsang lesz. A Farsangunk az egy szülős, egész délelőttöt felölelő tevékenység sorozat szokott lenni. Ebben az évben egy kicsit más lesz, annyiban, hogy a szülőket nem engedjük most be a csoportokba, hanem magunk között megünnepeljük a Farsang ünnepét, igyekszünk nagyon sok hagyományt megőrizni, ezért is van a disznótor, a lucázó, a betlehemes, a farsang, és akkor a mi csoportunk például a busókkal fog most egy kicsit jobban foglalkozni, ezen a napon kicsúcsosodni, így a hagyományápolásnak is megadjuk a teret, a lehetőséget. A zöldjeles napok várnak majd ránk, amivel valóban kint szeretnék inkább tevékenykedni, de abban az lesz a jó, hogy mivel udvari tevékenység, elképzelt, hogy a szülőket is egy kicsit beljebb tudjuk engedni az óvodai életbe. Nagyon várjuk már. Legnagyobb feladat az iskolába menő gyerekekkel való foglalkozás. A jelen helyzetben nem egyszerű hagyományos módon felkészíteni őket, de nagyon ügyesek, érdeklődőek a nagy csoportosok, akik ösztől a szülők által választott iskolában kezdik majd meg tanulmányaikat. Az előző időszakban a gyermekeink többen a nagyok közül is otthon tartózkodtak. Féltették őket a családok. Nincs ezzel semmi baj, most viszont már, hogy itt vannak, de elmondhatom, hál' Istennek, december, november hónapban is szép számmal voltak fönt. Most pedig januártól aztán végképp nagy intenzitással fogtunk neki annak, hogy az iskolára való felkészítés az megtörténjen, a folyamat benne legyen a mindennapokban, hogy akármilyen helyzettel is nézzünk szembe, tudjuk őket segíteni addig is, amíg itt vagyunk és csináljuk. Nagyon ügyesek a nagycsoportosaink, és a tevékenységeket érdeklődéssel veszik, aktívak benne, és én azt gondolom, hogy az iskolára való felkészítés az jó úton halad. Még itt lesz a szülők előtt az iskolaválasztás, a beiratkozás, és nyilvánvaló majd az akkori helyzet, hogy hogyan, miképpen kezdik el,
ami drága gyerekeink az iskolai életet. A tavaszi időszakban már az udvaron tartják a zöld jeles napokat, amire elképzelhető, hogy már a szülőket is meghívhatják, hogy betekinthessenek az óvodai életbe.